A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Citera zenekara is bemutatkozott a tehetséggondozás népszerűsítő szakmai konferencián. A Suli Szervisz Pedagógiai Intézet által szervezett rendezvényen különböző előadások keretében mutatták be a Nemzeti Tehetségprogramot. Dr. Szvatné dr. Szalai Márta a program eredményeit és tapasztalatait összegezte. A legfontosabb eredménye az, hogy egyre több tanulót érünk el ezekkel a programokkal. Természetesen ezeket a programokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmailag koordinálja. A lebonyolításban az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő segít bennünket, vesz részt, és nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatainak figyelembevételével dönt az Emberi Erőforrások Minisztere a támogatásokról. A tapasztalatokról azt tudnám elmondani, hogy az egyéni fejlesztési tervek segítségével most már a személyre szabott tehetséggondozás is megindult. Nagyon sok támogatást adtunk már most ebben az évben erre a területre. Nagyon népszerű területek természetesen a tanulmányi tehetség gondozó versenyek támogatása, a különböző műhelyek, matematikai, természettudományos, műszaki, most már informatikai műhelyek támogatása, illetve az egyéb tehetség segítő műhelyek támogatása, és nem feledkezhetünk meg az alapfokú művészetoktatási intézmények, illetve a különböző művészeti területek támogatásáról, és nagyon örülök, hogy ezen a konferencián is volt határon túli előadó fellépő, tehát a tehetségprogram a Kárpát-medencében gondolkodik, tehát a határon túlra is szólnak a támogatások. A határon túlról érkezett a konferenciára Dene Gribolya, a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács elnöke. A külhoni magyar köznevelési szakember előadásában arról beszélt, hogyan segítik a tehetség kibontakozását a Vajdaságban. Vajdaságban tulajdonképpen néhány éve szervezetten foglalkozunk tehetséggondozással. Itt, mint már elhangzott, tehát modellt veszünk az anyaországtól, és ennek alapján szerveződünk, hálózatosodunk, és építjük ki a tehetséggondozói rendszert. Tehát tehetségpontok alakultak ki, amelyek oktatási intézmények, illetve civil szervezetek, és ennek hálózatosodásából alakult meg a tehetségsegítő tanács, és itt egy horizontális koordináció keretén belül igyekszünk a tehetségeket felkarolni, illetve fejleszteni a képességeiket, készségüket. El kell mondani, hogy nagyon sok segítséget kapunk az anyaországtól, itt szakmai segítségre gondolok, illetve anyagi támogatásra, hiszen egyik határon túli régióban sincs szervezett tehetséggondozás rendszerbe építve, így nagyon sokat tudunk meríteni és ötletet kapni, illetve mindenféle szakmai segítséget az anyaországtól. Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke a konferencián elmondta, eddig több mint 800 ezer diákot és 50 ezer pedagógust vontak be a Nemzeti Tehetségsegítő Programba. A Kárpát-medencében mára már 1200 csomópontja van a tehetséghálózatnak. Ez egy olyan fejlemény itt nálunk Magyarországon, amivel trendmutatók vagyunk Európában és a nemzetközi tehetségsegítésben. Ezek a tehetségpontok kinyilvánítják az együttműködési szándékukat a tehetséges gyerekek érdekében. A háló pedig, a hálózat azt célozza, hogy ne vesszen el egyetlen egy tehetség sem Magyarországon és a Kárpát-medencében. Ez széleskörű szülői és pedagógus összefogást igényel, és nagyon komoly szakmai ismereteket is. Ezt a szakmaiságot, a modern pszichológia és pedagógiának a szakmaiságát igyekszünk terjeszteni ebben a hálózatban. Ez egyúttal egy információs hálózat, egy szakmai hálózat és egy együttműködési hálózat is. A szakmai konferencián a Debreceni Ady Endre Gimnázium igazgatója arról beszélt, hogy intézményükben a drámás képzésben résztvevő diákok számára hogyan történik a tehetséggondozás. A drámás diákoknak beépült a képzési rendszerében egy nagyon komplex képzés, amely dráma elmélet és dráma gyakorlatból áll. A dráma elmélet a színház és dráma történet és dráma elmélet.
A gyakorlati rész pedig beszéd, ének, tánc és úgynevezett kreatív játék, amely gyakorlatilag mindegyiket ötvözi magába, és ezt ráadásul egy ideje már idegen nyelven tartjuk. Ez kiegészül egy alapfokú művészeti iskolai képzéssel a Keleti István alapfokú művészeti iskola kereteiben, ahol lényegében ugyanezeket tanulják még több órában. Emellett fél évente vizsgarendszer van, van a tanulmányok alatt egy komplex vizsgájuk, illetve a tanév végén mindig hagyományosan az Adiák gálán léphetnek fel, és ezen kívül filmekben, a Csokonai Nemzeti Színház produkcióiban is rendszeresen szerepelnek. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb tehetség, gondozás és segítés nem kell az ilyen irányú tehetségeknek. A rendezvényen elhangzott továbbá, hogy a Kárpát-medencében 1200 tehetségpont van, melyből 150 a külhoni magyarok lakta térségben működik.